A sósav és az ammónia reakcióját fogjuk vizsgálni. Ebbe a két üvegcsébe néhány csepp sósavat csöpögtetek. Majd elterítem a sósav oldatot. Ez gyakorlatilag arra lesz jó, hogy a gáztér telik meg sósav gázzal. A másik két üvegcsébe ammónium hidroxidot teszek. Majd ugyanúgy összerázva, szintén arra lesz jó, hogy a gáztér megtelik ammóniagázzal. És a következőt fogjuk megvizsgálni, hogy az ammónia és a sósav az fehér füst képződése közben reagál, de ami érdekesebb nekünk, hogy először a sósav lesz alul, és az ammónia lesz fölül. Figyeljük meg a füst képződését. Majd másodszor az ammónia van alul, és a sósav van fölül. És elvileg, ha minden igaz, akkor amikor az ammónia volt alul, akkor fölül jelent meg először a fehér füst, és végül betelik mind a két üvegcse, amit azzal magyarázhatunk, hogy ugye diffúzió miatt megtelik mind a két üveg, és azzal aznak a magyarázat, hogy először fölül jelent meg, amikor az ammóniás henger volt alul, az meg annyi, hogy az ammónia sokkal kisebb sűrűségű, és az fölül tölti meg először az üveget.